Sátoraljaújhely sétáló utcáját nem csak a belvároson keresztül közlekedők használják, hanem kisgyermekes családok, turisták is előszeretettel töltik itt az idejüket. Annak érdekében, hogy ennek tisztasága megmaradjon, még az év elején dohányzás ellenes kampányt indított a város önkormányzata annak érdekében, hogy mindenki figyelmét felhívják erre. Most ez kifejezetten aktuális lett, mert a fiatalok, akik iskolába igyekeznek, sokszor itt is szívják a hagyományos és elektromos cigarettát, majd eldobják a csikkeket. Ennek szeretnék elejét venni. Éppen ezért a polgármesteri hivatal munkatársai személyes példamutatással most összegyűjtötték a szanaszét heverő csikkeket. Az iskola kezdéssel én reggel mindig gyalogjárok munkába, és látom, hogy a diákok, hogy jönnek, mindenki, vagy egy csoportban mindenki, vagy legalább egy ember füstöl, és ez a dohányzás ellenes sétáló utca kampányunk, ez már évelején megfogalmazódott bennünk és elindult. Ekkor legyártattunk táblákat, hogy demonstráljuk is azt, hogy nem lehet, mivel minden bejáratnál van egy figyelmeztető tábla, ami a sétáló utcára vonatkozik, és annak a legalsó sorában van, hogy tilos a dohányzás. Ezt sokan nem is olvassák végig, nem is tartják be, de most már 12 táblát helyeztünk ki, ami erre figyelmeztet, illetve 30 és 40 közötti matricával is ellátjuk a önkormányzati tulajdonú üzleteknek a kirakatait, illetve a köztéri kukákra is teszünk ilyen kisebb matricákat, amik azt demonstrálják, hogy itt a sétáló utcán nem lehet dohányozni. Egy figyelemfelhívás ugyanakkor, hogy sétáló utcán nem lehet dohányozni. Nem egy nagy dolog keresztül menni, 3-4 perc alatt keresztül lehet hosszába menni a sétáló utcán. Ezt szerintem mindenki kibírja, aki dohányzik. Nincs ezzel nekem problémám. Azzal van csak, hogy szeretnénk megtartani ezt az utcát abban a szépségében és abban az állapotában, hogy annak idején ezt kitaláltuk. Az is látható ugyanakkor, hogy nagyon sokan nem veszik figyelembe a tiltótáblákat, pedig a teraszokon, az éttermek, a vendéglátóhelyek teraszán kint vannak a hangutáncák, ott például lehetne cigarettázni, de nem ez történik, hanem jártuk a keltükben, dobálják el a cigarettacsikket. Többek között ez volt az egyik ok, ami miatt ki akartuk tiltani, és ki is tiltottuk a dohányzást. Érdemes tudni, hogy a dohányzás tilos a sétáló utca teljes területén. Ide tartozik a sétány, valamint a kapualjak is. Az önkéntes akció keretében főként az utóbbi helyekről szedték össze a legtöbb csikket. Bírságolás még nem történt. Pont azért, mert nem szerettük volna a polgárt olyan helyzetbe hozni, hogy egy 100 cigi elszívásáért több 10 000 forintos bírságot szabjunk ki. Ezzel a kampányon ez megszűnik, ez a moratórium, és ezen a héten megkértem a közszeretfelügyelőket, hogy reggel 7-től 8 óráig, amikor a diákok vonulnak iskolába, legyenek kint a sétáló utcán, és figyelmeztessenek mindenkit, hogy tilos dohányozni. Amennyiben a figyelmeztetés követően ismét dohányzáson kapjuk őket, vagy a elkövetkezendő időben olyan magatartást tanúsítanak, akkor viszont nem fogunk eltekinteni a bírság alól. Az önkormányzati rendelet szerint akár 50 000 forintra is büntethető az, aki ezt a szabályt megszegi a türelmi időszakot követően.